Szent Rumba koncert, rossz évet zártak a méhészek, kunszövetségi nyertes, tartalmas év elé nézünk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 14-én 18 óra 5 perckor. Jótékony Centrumba a második örömzenei koncertre várta a zenekedvelőket a Karcagi Szakképzési Centrum 8 tagintézménye a Dériné Kulturális Központban. A megjelenteket köztük Fidler Gábor miniszterelnöki tanácsadót, Dobos László polgármestert, Sári Kovács Szilvia alpolgármestert, dr. Molnárné Dénes Évát, a BMSC igazgatóját, Pánti Ildikó és Szepesi Tibor önkormányzati képviselőket, Ernestné Csatári Ida, tanügyigazgatási referens, szakmai vezető köszöntötte. Pardi Sándor főigazgató és Szelek Király Andrea kancellár megköszönte mindazoknak, akik eljöttek a jótékonysági délutánra. Továbbá megköszönte, hogy pénzadományaikkal segítik a Jesse és társa alapítványt. Az alapítvány névadója, Szilágyi Jessica, születésekor oxigénhiányos állapotba került, ami súlyos agykárosodáshoz vezetett. Az életvidám lány élete kerekesszékhez kötött. Sem járni, sem felülni önállóan nem tud, önálló életre képtelen. Hétköznapjait a karcagi gólyafészek otthonban tölti, hétvégén pedig hazaviszik a szülei a kisújszállási otthonukba. Szilágyi Lajos, az alapítvány elnöke, a lányához, Jessihez hasonló értelmileg sérült, súlyosan halmozottan fogyatékosok támogatását tűzte ki céljául. A Centrum énekkarának műsorában Kis László tanárul énekelt, majd megható jelenet volt, amikor Jesse és társai alapítvány nevében a névadó Szilágyi Jessica mondott verset, majd édesanyjával, Szilágyiné Horváth Henriettával és Gólényi Gréta hegedű tanárral együtt énekelt. A gólyafészek otthon lakói lepeltáncot adtak elő a pedagógusokkal, és őket a Hátraarc zenekar, az Alkalmi Kapcsolat zenekar, Csaplál Béla, Lakatos István és Rostás Dániel duója, majd Ivanics László éneke követett. Lesznek olyan iskolai tagintézményünk, ahol most a főpróbán láttam, hogy kórus fog énekelni, egy külön kórust alakítottak, illetve 9 zeneszám lesz, és kb. 10 percet énekel mindenki, vagy zenél, és az a jobb benne, hogy sokrétű lesz. Tehát lesz benne népdal, lesz benne egy kis swing, lesz benne egy kis rock, tehát mindenfajta zenével találkozhat a közönség, aki meglátogat bennünket. A diákokkal per pillanat most nem lesz, de tervezzük a következőleg, hogyha meg fogjuk csinálni. Mindenképpen lesz a Centrumnak van egy kórusa, ami spontán alakult, tavaly is volt, ez most megint fellép, és tervezzük azt, hogy szeretnénk egyetlen, volt is elképzelésem között, hogy a végén egy zenei és a kórus egyszerre zenél, de nem jött össze, de bízunk benne, legközelebb összejön. Pardi Sándor főigazgató és Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója közös szaxofonjátéka következett, és jótékonysági koncertet a Centrum énekkara zárta. Mindenképpen azt mondom, hogy sikeres volt a visszajelzés alapján, illetve a közösségünkben, abban a centrumban, illetve az iskoláinkban igény van rá, és én nagyon örülök, hogy a kollégáim ilyen lelkesek, és minden alkalommal örömmel jelentkeznek egy műsorra, egy-egy számmal. Nem zártak jó évet a méhészek, az árak nyomottak, és a tavalyi termés csak közepes lett térségünkben. Magyarországon és Karcag környékén megtermelt méz kétharmadát, körülbelül 20 000 tonnát külföldön értékesítik, a méz ára euróban az elmúlt 10 évben 30%-kal csökkent. A mélyállományt tekintve jobb a helyzet, hiszen tavaly nem volt olyan mértékű mélypusztulás, amint az előző években. A mélycsaládok erőteljesen teleltek be. Tavaly nagyon kevés akácméz termett, mert az akácvirágzás idején sok eső volt, ugyanakkor a méz minősége tökéletes. A Kunszövetség elnöksége pályázatot hirdetett általános és középiskolás diákok számára az 1279-ben 740 évvel ezelőtt a Tétényi Országgyűlésen elfogadott kuntörvényekre emlékezve. A pályázat célja a kunság betelepítése utáni élet, a kun népesség történetében alapvető jelentőségű törvények megismerése és azok tovább élésének bemutatása volt a mai kunsági diákok szemével. A beérkezett munkákat mindkét csoportban szakmai zsűri értékelte. 5 középiskolás próbálkozott meg az eszéírás csöppet sem könnyű műfajával. A téma a kunok beilleszkedése a Magyar Királyság társadalmába az 1279-es évi törvények alapján volt.
kerek évfordulója volt, egy a magyar történelemben nagy jelentőségű, még a rendi időszakot is megelőző középkori magyar országgyűlésnek, az úgynevezett Tétényi országgyűlésnek, amely lokális hovatartozás tudatunk a kunság, kis és nagy kunság történeti múltjában sorsdöntő, vagy úgy is mondhatnám, hogy vízválasztó jelentőségű, hiszen ezen az országgyűlésen dőlt el a kunok asszimilációjának úgynevezett gyorsított folyamata, amely ugye gyakorlatilag gátat vetett egyfajta Árpád-kori királyi konszolidációs politika megvalósulásának is. Ennek hatásai egyébként szerte ágazóak, és nem is kívánok erről itt bővebben szólni. A dolognak viszont apropója, hogy a kerek évforduló alkalmából a Kunszövetség, ez egy ugye országosan ismert kulturális, a kun kultúrát reprezentáló társadalmi szervezetről van szó, pályázatot hirdetett, általános iskolák részére rajzpályázat formájában, középiskolák részére pedig eszépályázat formájában. Méltó mementót állítani a Tétényi országgyűlés emlékezetének. Testvériskolánk, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, az a rajzpályázaton rengeteg pályaművel nagyon szépen szerepelt. Gimnáziumunk pedig egy pályázóval, egy kiváló eszéíróval indult el, és gyakorlatilag egy tudományos elemzést nyújtottunk be, nyilvánvalóan tanári segítséggel készült ez az eszé. Tudományos elemzést nyújtottunk be a Tétényi országgyűlés jogi, társadalmi, politikai hatásairól, magyarán arra vonatkozóan, hogy ez az országgyűlés hogyan hatott a kunok beilleszkedésére, a magyar társadalomban való, a többségi magyar társadalomban való asszimilációjára. Magának a eszépályázatnak az eredményhirdetésén kifejezetten megtisztelő volt a számunkra, hogy az eredményhirdetés és az eredmények átadása az F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrhoz, térségünk országgyűlési képviselőjéhez kötődött, ugye Kovács Sándor adta át a díjakat, és nem kis büszkeséggel tölt az el minket, hogy mind az általános iskola vonalán, mind pedig a gimnázium vonalán nagyon szép eredmények születtek, ugye például az eszépályázatot az gimnáziumunk diákja, Demeter Maja, 11. B-osztályos diák nyerte. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákja Demeter Maja a zsűritől munkájára külön díjat kapott. Igazából, ha úgy nézzük, akkor egy eléggé nagy kitüntetés számomra, hiszen még korábban nem volt ilyenben részem, tehát még eléggé új vagyok ilyen téren. Természetesen gondolkoztam már nagyobb versenyekben is, ezen kívül ez csak egyfajta bevezetés még, mert még ki tudja, hogy mit fog hozni a jövő. Reméljük, hogy nagyobb versenyeken is majd el tudok érni jobb helyezéseket. Karcagiként erős, lokális kötődése van a kunokhoz. S történelemórákon is több ízben beszéltek a kunokról, így jött a pályázat kiírása után az esszé megírásának ötlete. Ehhez sokat hozzáolvasott, és szaktanárától, dr. Pintér Zoltán Árpádtól is kapott segítséget a neten, könyvtárban, levéltárban talált források mellett a dolgozat megírásához. A pályázathoz plusz jutalomként F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke meginvitálta osztálytársaival és tanáraival egy parlamenti látogatásra, ahol megnézték a koronát és az országgyűlés munkáját is megtekintették. F. Kovács Sándor képviselő úr, vagy parlamenti képviselő úr adta át a szövetségnek a díját, és ezek mellett pedig meginvitálta osztályomat és felkészítő tanáraimat is az Országházba egy parlamenti látogatásra, és ezek mellett ugye megtekintettük a koronatermet, ezen kívül nyilván az Országházba is körbevezettek minket. Milyen fejlesztések voltak és melyek várhatóak városunkban és térségünkben? Hogyan értékelhető a 2019-es év? Többek között erről beszélgetünk évelei interjúmban F. Kovács Sándorral, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjével. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. És nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Kezdjük az év elején, 2019-ben a térségben milyen fejlesztések, beruházások történtek? Abban nehéz helyzetben vagyunk, hogy a műsoridő kevés lenne ahhoz, hogy fel tudjuk sorolni, hogy milyen sok fejlesztés történt, milyen sok beruházás, mennyi átadásra került sor az egész térségben.
hiszen beértek azok a pályázatok, a területi operatív programból lévő pályázatok, egyéb pályázatok, amihez még a megyébe kezdtünk hozzá 2013-14-ben az előkészítéséhez. Hiszen ez egy hosszú munkafolyamatnak volt a része. Először felmértük azt, hogy a megye milyen állapotban van, mire van szüksége a megyének, milyen beruházásoknak, melyik térségbe, milyen pályázat szükséges, és utána kezdtük ezt kidolgozni, hogy hol kell infrastruktúrális javítást, hol kell az oktatásba, hol kell az egészségügybe, hol kell a szociális szférába beruházni, milyen típusú programokat kell megvalósítani, és talán a 18-19-es és még talán a jövő évben ezek a programok megvalósulhatnak, hiszen nagyon sok felújításra került sor, akár itt látjuk Karcagon megújult a főtér, újultak meg utak, belefürdői bekötő út. Én azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben nem tudtunk annyi utat, felújított utat átadni, mint az utóbbi 2 évben. Ezt pozitívnak látom, de hát azt látom, hogy a Tisza-tó turisztikai befektetése és beruházásai 30 éve nem látott ütembe fejlődnek, Abáczalók, Tiszafüred, és azt látom, hogy ez a térség kezd felzárkózni, nem rohamos ütembe, de kezd felzárkózni az ország többi részéhez. Nagyon sok olyan típusú beruházás van, amelyre már évtizedek óta vártunk, és azt gondolom, hogy ha hozzák ezek az akár infrastruktúrális beruházások, akár az egészségügyi beruházások, hozzák azokat a elképzeléseket, azokat a terveket, amire mi is számítunk, akkor következőben szintet tudunk lépni, tehát olyan munkahelyteremtő beruházások, mert igazából már nem csak munkahelyre van szükség, hanem jól fizető munkahelyre, akkor a következő lépés ez lesz. Vannak biztató jelek, én azt gondolom, hogy a következő évben, a 2020-as, 21-22-es évben arra kell törekednünk, hogy a munkahelyteremtő beruházások jöjjenek, jól fizető munkahelyteremtő beruházások ebbe a térségbe. Idén került sor a helyhatósági választásokra, az európai parlamenti választásokra, és megválasztották a Jászmajkun Szolnok megyei közgyűlés új tagjait és elnökét. Képviselő úr, hogyan értékeli? Hát vegyük sorba, 2019 tavaszán voltak az európa parlamenti választások. Úgy gondolom, hogy ebben a térségben a Fidesz-KDNP várakozásokon felül szerepelt, hiszen 60% feletti eredményt tudott elérni. Jó volt a részvételi arány, és én azt gondoltam, hogy szép lendülettel tudunk neki futni az önkormányzati választásoknak, és ez az eredmény igazolta is a várakozásokat, hiszen az önkormányzati választáson szintén a Fidesz-KDNP megyei listájára 60,6%, és Karcagon a polgármester választásra, Dobos László polgármester úrra több mint 67% szavazott a lakosságnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon biztató, nagyon jó eredmény, ami mutatja azt, hogy az eddigi munkát folytatni kell. És hát ami külön öröm nekem, Jászmajkun Szolnok megyei önkormányzat mindig is a szívem csücske volt, hiszen én 12 évet töltöttem a Jászmajkun Szolnok megyei közgyűlésnek, először 4 évig alelnökként, utána 8 évig elnökeként, és én azt gondoltam, hogy ez egy kicsit, hogy mondjam, közelebb áll hozzám, és mindenképpen nagy öröm, hogy szintén egy karcagi került Jászmajkun Szolnok megyei közülés élére, ifjabb Huba Imre, amiben biztos vagyok, és látom már az elmúlt 2 hónapban, mióta ő az elnök, hogy jó kezekben van Jászmajkun Szolnok megye közülése, Jászmajkun Szolnok megyének a vezetése, és hát mindenképpen erősíti a térséget is, hogy országgyűlési képviselőként, akár Varga Mihály, mint miniszterként, több államtitkár is van innen Karcagról, és hát a megyei közgyűlés elnöke is szintén karcagi, amiben bízok benne, hogy a térségre mindenképpen, térségnek előnyére válik. A megyei közgyűlés elnökének az egész megyére kell figyelni, de hát innen jár ő is dolgozni, mint ahogy én Karcagról minden nap, és ide jön vissza. Én azt gondolom, hogy nagyon jó választás volt Huba Imre elnöki választása, szoros az együttműködés, szinte minden nap egyeztetünk, azt gondolom, hogy jó csapatjátékosként a karcagi és a térségbeli csapatban mindenképpen hasznos munkát fog végezni. Képviselő úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!